Gacsa Zsolt amatőr alkotó. Autószerele volt, és közben fogalmazódott meg benne a vágy, hogy a hulladék alkatrészeknek új értelmet adva hozzon létre valami magasabb minőséget. Sokoldalú ember, igazi ezermester, aki a butorasztalosságtól a mezőgazdasági mindenhez ért. Miért történik ez az egész? Hát azt gondolom, hogy amikor az embernek egy olyan tárgy akad a kezébe, amit tovább tud gondolni, hogy abból mit lehet kialakítani, akkor egy új dimenzió tud megnyílni, akár képzeletben, akár a gyakorlatban is. Én autószerelőként végeztem, és az autóalkatrész mindig közel állt hozzám, úgyhogy amikor láttam életemben először Ausztriában egy ilyen hasonló szobor kiállítást, de azok csak virágokból álltak, akkor úgy gondoltam, hogy ezt meg fogom próbálni. És ezáltal sokkal több emberhez tudtam elérni, és sokkal több emberrel kerültem kapcsolatba, mióta járom ezekkel az alkotásokkal a környéket. Hogyha az ember nekiáll ilyen másodlagos dolgoknak, hiszen nekem van szakmám, én abban szeretek dolgozni, és ez csak egy ilyen kedvtelésnek indult, aztán ma már ott tartok, hogy körülbelül 40 darab ilyen szobrocskáim vannak, és mindig az volt a lényeg, hogy maguk a szobrok valamit kifejezzenek, tehát ne csak egy tárgy legyen, hanem megmutatni azt, hogy abból az alkatrészből, abból a darabvasból még valami mást is ki lehet hozni. A kiállítást az alkotó földije az ugyancsak Hajósi, Alföldi Albert, a legendás népművelő nyitotta meg. Azt mondja, sokkal bonyolultabb annál, hogy tisztán az anyag újjászületéseként értelmezzük. Emlékeim szerint Kaposváron sok zsidó ember élt, és a holokauszt után szinte senki se tért vissza. A Rákos érában úgy döntöttek, hogy fel kell robbantani a zsinagógát. Felrobbantották. A kőtábla lezuhant, a baloldali része, amelyik az úr és az emberek kapcsolatát regulázza, teljesen éppen maradt. A jobb oldala, ami az emberek kapcsolatát regulázza, az 100 darabra tört. Ez egy olyan üzenet, ami a mai ember számára rendkívül fontos. Most én együtt élek ezzel a fiúval, első próbálkozásait is figyelemmel kísértem, és mindig gondolkodtam rajta, hogy mi az, ami a mélyéből jön ennek a történetnek, és az üzenete az, ha úgy tetszik, egy 11. parancsolat. A mai világban fölemészt minket a hulladék, fölemészt minket a mocsuk, és van egy ember, aki ebből egy új dimenziót alkot, hogy ezt miért teszi, azt nem tudnám megmagyarázni. Az üzenete legfőképpen magam számára kell, hogy szóljon, a megnyugvás. Egy olyan időszakban kezdtem el ezekkel a szobrokkal foglalkozni, amikor a lelki békém nem igazán a helyén volt. Ahonnan én jöttem, Hajósvárosnak voltam egy második vezetője, és úgy alakult az életem, hogy nagyon-nagyon sok támadást kaptam, ami nyugtalan éjszakákat okozott. És a műhelyembe hátra menve, ezeket a szobrokat megalkotva, összeheggezgetve, az nekem egy lelki feltöltődést, egy nyugodtságot hozott, ami hozzásegített ahhoz, hogy a mindennapokban sokkal jobban tudjak teljesíteni a munkahelyemben, az életben is egyáltalán. Nem szoktam előre eltervezni semmit. Tehát a kezembe akadó első alkatrész mutatja mindig meg, hogy mi az, ami benne rejlik, amit elő tudok belőle hozni. Az első alkotás az most Tolnára készült, amit szándékkal kerestem hozzá az alkatrészeket, és szerettem volna
megcsinálni. Ez itt a mögöttem lehet látható sárga láb motívumú kis szobor. Ezt terveztem, de eddig egyetlen egy szobrot nem terveztem, ahogy az alkatrész adta magát, úgy csináltam meg belőle az alkotást. Nyilván sokkal jobb, hogyha többen kedvet kapnak, és ilyen alkotások születnek belőle, mint hogyha az úton útfélen szétdobálnánk ezeket a dolgokat. Ez is egy nem rejtett cél. Nyilván, hogy megmutatni azt, hogy a mások által hulladéknak vélt dolgok, azok még az ember számára fontosak lehetnek, és lehet olyan kifejező ereje, ami mindenkihez elér, és mindenkinek fontos lehet, nem csak nekem.